Az összeállítás címe Mindenre elszánt lelkiismeret. Most pedig átadom a szót az est főszereplőjének, Szabó Lőrincnek. Ha a kapásból végig gondolok azokon az eszméken és személyeken, akik életem során jelentősen hatottak rám, akkor a következőket mondhatom. Hazám keresztény Európa, ha túléled a harcok végét, elbírod-e még te az Istent, a szeretetet és a békét? A megismerkedésem vele 4-5 évvel megelőzte a valóságosat. Nem sejtettem, amikor 15 éves koromban a Debreceni Kollégium anyakönyvtárában kivettem a verses kötetét és olvasni kezdtem, szóval nem sejtettem, hogy életem legdöntőbb szellemi élményével találkozom, és azzal az emberrel, aki talán egyetlen barátja lett felnőtt éveimnek, még akkor is ez a barátság, mint elmondtam korábban, sajnos külső okokból gyilkosan megromlott. Alkú, ha szent is, alkú, nékem más kell már. Semmiért, egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Én tudom csak, én ott voltam vele. Mind tévedett, aki szólt ellene. Mindenre elszánt lelkiismeret, a legtisztább volt az egyetlen egy.